Sziasztok, itt lesz után, folytatjuk a Films Fight Ace Justice for All-t a negyedik epizóddal. Tehát meg volt az első, második, harmadik hibátlanul, és most jön a finálé. Farewell my turnabout. Ez most az ellentéte lesz az előző epizódokhoz képest. Miért? Mert most egy fontos megjegyzés jön itten. A nem bűnösített nem mindig jó befejezés. Miért? Mindjárt megtudjátok. És ez nyolc... Most, a Bianton mire váltunk? Ki lesz a Grand Prix bajnok ezben az évben? Ki lesz a... Jimmy Ninja? Vagy Krafi Szájban Krafi Tehát a hős-bőse Mondat Ketté Nikke Samurai, a hősök hőse. Általán szólt a ninja beszett ajszó. Megint. Március 20, 7 óra 42 perc délután. Viola Hall. Great photo. Hallottad ezt, ugye? Megcsinálta a Nikke Samurai. Aki nem tudná, az észletői harmadik epizódjában is volt az a acél szamurás dolg, de ez most már Nikke szamurájos dolg. Ez a szamurás történet második része. Hát elég öreg ehhez. Jó, Pál, az elég büszke. Böl is látta először. Megkapta utal. Ugye tudod, kire beszélünk Pörlő? Nikke Samurája. Nem rágódott. Mert minden vasárnap nézi az... a tanító csatornát. Abban a gyerek mester... Mester Steve. Mindenki nézi a Nikke Samurai. Neked is tetszik Nikke Samurai, ugye Mr. Hogy nem láthatja? A gyerek fény. De neki tetszik a színház. És a fiatal színű. Ez nem tudtam. Most a Pearl mondja azt, hogy ne tegy ezt. De hát, és unja meg ezt, vete. És szokja meg, hogy felnőtt. Ez fontos. Hát remek döntésű volt, hogy mindenkit meghívott ide. És örül, hogy mindenki egy jó hapja. Én mindig járom. Hát ő... Kár, hogy a nincs olyan nyert. Ez az évben elvesztette a rózsaszín hegyszegbőt. Gondolta, hogy ez az év az övé lesz. Igen. Hát a nincs olyan, meg volt változva. Na.
Vagy hogy értjük? Nem volt nála az a vörös gitár. Hát ez a furcsa, hogy gitárja nélkül volt ott. Hát a mutatványok az meg... Hát ezek az embereket nem fogja érteni. Hát kösz... a marát. Ez semmi. Tartozom neked. Szóval jól mondja, hogy köszönöm. Most a lobby felmenünk az irányt. Az utóceremónia mindjárt kezdetét veszi. Valamiféle konferencia lesz ezután. Hogy van beszédet mondta a jutalmár? Nem egészen. Vagyik ez szomorában be akar valamit. Még komoly lehet. Nem akarhatjuk, hogy utolsókan. Úgy persze, hogy ezt kezdtünk. Egy kis beszélgetés, Will Powers-szal. Köszönöm a kívást, ez a semmiség. Hát hát a fiszkók nem jönnek ide ilyen helyre gyakran, és gondolta ezért hív meg minket. Mi elkészítsz mostanság? Az utolsó hónapban de valami felséget adott az a most hercegnő. A kölyökök gyakorlati sóján van. Nyúl vaszban az arcán! Hát sajnálja azt a fejfájást, amit okozott neki. Ami megtörtént, felejtsük el. Ő itt Will Powers, színész. De a hírneve felrobbantam, amikor az is szamuráj volt. Ez volt az első, hogy, amit Majával csináltunk meg, és akkor már Szecsőrök is itt volt. Hogy elég szép fickó. Kösz. Mit kell számolni? El sem hiszi, hogy ilyen új sorozatok van, mint a Mit kell számolni. Meg korábban Haci Samurai volt. Ez az epic story. Aki küzdött az Evil Magistrate ellen. És az utolsó évben egy új sorozatot kezdtek, a Nikke Samurai-t. És ami a gyerekek kedvence. Hát elég erős érzései vannak emiatt. Most érzési bóta. Gondolta, hogy tesz valamit ezért. Hát sajnálatos. Hát sajnálatos, hogy nem vett a nyaslóban. Igen, Matt Angard. Jó, a Nikke Samurai. És szuper híres. Angard! Angard! Őt a gardban. Angard! Thank you.
Nem tudja, hogy mit csinálgál kicsit. A dobozirodában, de ebben az évben lesz a Nikesamar kontra Jemmy Ninja. És ki ez a ninja? Egy hős. A gitár a szimbólum. Egy fényes vörös gitárt hord magával, és így működik. Nidzsakisztán. Első bajzálás van kettőjük között. Ezek között. Ők levegők ugyanabban az időt. Hát nem igazán, de kedvelik egymással tiszt. Nikkel Samurai francia beszéltől. A világ hősei nem olyan csillandóak. Nem egy boldog. Egy nem lehet csinálni semmit. Hallway. Hózé. Hát nem tudom, hogy az mit jelent. Nem tudja, mi ez a hely. De ez biztos, hogy itt ez a hitel van virágokkal. Ez a földő jel a fülcsön. Kevés ideig van, miért a show elkezdődik. Na, és akkor ennyit kell tenni. Egy kicsit elmenni, aztán visszajönni. Mindjárt kezdődik a utószerem. Fel van a válóra. Kíváncsi, hogy egy beveti el a spécifogását, azt a Nikkel Samurai nem tudom be, olvadást. Hát a konferenciára kíváncsi inkább. De arra nagy valamásra, amit megmondaná a szamurán. Hogy miről szól? Hát ő nem az acél szamuráj, úgyhogy nem tudja. Tehát igen, a konferenciára feltartanak. Akkor most kapok egy bizonyítékot. A jegyet. Ja igen, már majdnem elfelejtettem mondani. A nyomozás első alkalommal két részes. Azért úgy áll nyolc videóban két nyomozás, két részes nyomozás, két részes per, két részes nyomozás, és még két részes per. Köszönöm. Könnyen a lop. A nagy igazság. Van mit mondani? Nincs. Március 20, Gatewater. Vészkapolta. Tellog. Thank you.
Elindítottanak a ceremóniát. Be akar használni a szamuráj erejét. Nincsi készen a hal. De. Figyelmek kérek, figyelmek kérek. Az utóceremónia show. Elmarad. Mi? Miért? Nem kell megböknöd, te bök meg magad, hogyha nem hiszed el. Mindenki együttműködését kér. Maradjunk, ahol vagyunk. Itt van a rendőrség. Azt mondta a rendőrség. Azt akarod, hogy nézzük át, hogy mi folyik? Megyek el. Megállj! Ti ketten! Nem hallottad, hogy mit mondtam? Azt mondták, nem mozduljatok. Ez a hal. Ez ismerős. Ez a sokat beszélő. Ez a sokat beszélő chat. Ez nem lehet. It's all day. Na, ő lenne az az öreg nyanya. Hogy így? És ilyen fáradsz. Hogy nem volt dominálva az első évben. Hogy egy gyerek gyakorló programot csinál. Hogy játssza a szépen. Körülmény. Rejtsél, hogy van munka. Szerette azt a rúgsot. Már meg úgy, hogy beszél, mint előzőleg. De van egy igazán nevetséges dolog, amit nem ártan hallanatok. Mit csinálsz így? Újra egy biztonsági... biztonsági nyomja. De az autó. Igyekszik. Kiállva? Jössze a bemutatkozás. Mit csinálsz így? Mit tettünk te a pozíciódra a Globál Stúdióban? Ez az öreg hely. Az adott az incidens mondta, mindenkit elengedett. Kiválták a biztonsági csapatot. És... Nem mindegy, ezt nem tudom mondani. Ez nem csinál semmi. Az a incidens egy évezet. Mi Vázquezről beszélsz, amikor ő volt a szemtől, és van más tett. Hogy megaláztam egy kicsit, hogy meggyorsítottam gyilkossággal. Mert hogy jól szettöltem a szívét ezzel.
Engem egyszer hibáztat ez a nyanya. Hát este akart lenni először. Este. Hát te még mindig kedvenc Easter Egg volt. Hát nem tudom, hogy miről beszél, de... ez de azt mutatja. Mit? Mivel ide met ezt ki? Az öltje már csak most az igazán vicces. Történt valami. Nem tud még semmi. Ugyanaz a szincides történetet. Szóval a gyilkosság történetet. Elgárd a gét. Nő. Hát nem kellett volna kiszállnod abba a biztonsági élék alján. Már sem meg élik ilyen. Shredded! Hát ez mit tud benne ez a mesztapban? Tudtam már meg, hogy értem! De majd, hogy is egy mit a Dazi kettőben az a tábornok. Mi az? Nem szereti az ördögi mosoly. Főzőszobába akar menni, hogy mikor vissza. Zsarok azt mondták, hogy nem ennyi. Uncsi! Hogy uncsi vagyok, hogy nincs motiváció. Azt hiszi, megsértem. Nem áll, hogy te is. Megsik be az unkadedbe. Így végig távol. Akkor nézzünk körül. Tudta, hogy nem fog nevet mondani. Úgy van. Több mérföldet megtett mitikus majáért, ugye? Nem tudom, mi az Iguri. Viola fa. Viola áruházink. Vagy nem, nem. Nem. Nagy terem inkább, mondjuk nagy teremni. Hogy keres valamit, ami itt mondott az... És nem itt történhetett. Mi csengő fiú. Maya Fey. Hogy hívása van. Csodálkozik az adon. A kíváncsi, hogy van Kurin Vincsbe jöttem. Mi a gond? Egy hívását akar nézni. Hogy erre? De ez nem sejti, hogy még egy csapda.
Hát, ha ezt az epizódot megnyerem, akkor megnyertem a Justice for All-t. Ja, folyosul. Valaki nem érte itt egymással. És akkor azt mondják, hogy még nyom... Hogy mi a problémája? Scruffy! Get you back? We can get you back! Ez a kettőnök. Hey, right. Lotta Hart. Hogy mondjam el a zsaruknak, hogy csak a dolgát végzi, és hogy joga van hozzá. Gássuk meg, azért nem ért egyet. Hogy meg azt mondja, hogy zsaruk dolga tudok nyomozni. Mert ez egy gyilkossági helyszín. Hogy bízza ezt a profit. Igen, gyilkosság. Meg a nagy... Meg nagy pofája. Hát a megérzése nem csalt. Hát bízik a belében. Jihá, gyilkosság. Nem hajban van, az biztos. Mi történt? Te Gamsu detektív, gyilkosság? Nem tagadja által. Nikke Samurai 6? Miért kérdés? Volt, akiben a Nikke Samurai a gyomor. És aki meghalt, az a Jemmy Ninja. Igen, emlékszik a pillanatra, ami második epizódban történt. Onnit ismerik. Journalist! Hogy szólt a gólya. Már megint itt ólálkodik. Hát most elrejtőzik, hogy megpillantsa a ninját. Tiét? Nem mondja meg. Biztosan valami kamerás. Az áldozat. Tehát nincs a volt az áldozat. Hát híres libá is volt a Nikke Samurainak. És úgy hívják Juan Corrida. Tehát ellenemet Angard a Nikke Samurai. De nincs, de mindig összeszik egynek. Hát hogyha nincs meghalt, akkor Mr. Engard az egész pályán maga van. Hát nem... Hát nem, mert nem olyan biztos, mert nem hagyhatja, hogy ez megtörténjen.
kellene még kapnod bizonyítékot előtte? Akkor még beszélgetni kell vele. Hát nem igazán őrangú. De ismeri minket. Ugyanabban az időben debutáltak. Igazi riválisok. Mint az ügyvéd és inkább súderik ki. Szóval jársz kint gondolra. Hát igen, ő nyerte meg azt a Grand Prix-t. És rajongója. Hát sajnálja. Miért? Mert le volt tartóztatva. Gyilkosságért. Miért volt le tartóztatva? Nem mondhatja. Csak most kezdték el a nyomozást. Semmit nem adhatnak át. Hát így nem elszólom. Ha már tudná ezt. Hát arra készítene, hogy vállalja ma az ügyét. Egyszer már elment az öregyön. Nyonya, és itt van Will Powers. Mi történt? Juan Corridát megölt. Mi? És már nem a tartozatban gyanúsított. És az Matt Andar. Hogy viccelek? Dehogy. Már még. Mely betegnek érzi magát? Megint? Ugyan ilyesmit történt még az észtőni harmadik epizódja. Nem nagyon hiszi, hogy ő tette. Várjátok! Van kezében egy telefon. Ezt nekem szánnak. Ez a csengő fiú volt korábban. Miért? Ezt nem tudja. Annyit mondott, hogy az ügyvének. Med és Juan. Ebben ez a beszélgetést kell végigvinni, és akkor már megbeszéltek. Miért volt a legenergetikusabb aktív színésze? Hát az az kifejezés, csak most látjuk. Mert nincs a Juan teljesítmény, mindig túlszányalta.
Van, azt mondta, hogy csak le akarod győzni Mattet abban a tévisóban. Ez egy csatlakozott ahhoz a rivális tévisóhoz. A stílus, a snitja szamurá és az én könyv semmi nincs. Háborúzgatom. Megnyertem, mert a Grand Prix-t ebben az évben és az utolsó. Ugye ő javásra ellen. Az a konferencia. A Nikkei Samurai konferenciára lehetett volna ez. Szóval, hogy a kosztümöt veszi majd akkor fel. És úgy meg a ügyteteni valamiféle valamás. Miért? Hát ezt nem tudja. Hol van Maja? Már igen elment. Talán elveszett. Csörgés! Ebbe a walkie-talkie-ból. What's that? Igen, hello? Right, itt van. Phoenix Wright az ügyék. És meg... Nem kell tudod, hogy ki vagyok. Hogy gondoljak másra, mint ez. Maja bajban van. Segítség! Nincs! Biztikus Maja. Maja! Tehát Mr. Wright. Szóval, hogy a lány élete lesz itt most már a tétet. És hol van Maja? Még ne törj össze. Most itt figyeztem el. Hogy van egy komoly kérés lesz. Ha teljesítem be, akkor visszaadja. A tárgyát sétetni. Olyan sétet... tárgynak nevezi. Szóval Maját elrabolták, és bácsadíjat követelzett. Hát ez nagyon sokkolja. Hogy mennyit akar? Feltétét akar. Csak hogy nem pénzt akar. Szóval egy tökéletes felmentést akar. Szóval ezért hívta az ügyvédet. Mert ügyvédet nem pénzre van szüksége, hanem zsaroló felmentésre. Hogy ne őt védjen meg. Most a vízkapó hotelben vagyok. És tud róla, hogy itt gyilkosság történt. Hogy a gyanúsított Matt Engar. Amit akar az egyszerű. Azt akarja, hogy felmentse Matt Engar-t.
De ez kurva nehéz lesz. Mert ez egy nehéz és veszélyes tárgyalás lesz. Azt mondja, hogy nem ölt meg senki. Viszont... valaki hamisan megvádolta egy gyilkosságot. Egy elég okos valaki. Egy okos valaki kent erre. Hát hagyja már, vele van. Segítség, Nick! Hája! Szóval két napom van. A mai nap az kérdőzködés a rendőrségét. De a fej az két nap múlva lesz. Tehát egy peren akarja, hogy megszerzem azt a nem bősítéletet. Hogy ne adjon cserbe. És ne így van. Ne hívjam a zsarukat! Már csak az a kérdés, hogy kicsoda. Neve... The Killer. De ez voltak éppen egy álnév. Szóval... The Killer ellopott a maját... És most zsarol engem azzal, hogy szerzek egy nem bűnös ítéletet. Akár bűnös, mert engár, akár nem. Hogy hol van már? El van rabol. Magát hibáztatja. Ha ment volna a misztik anyában. Hát nem lehetett az ő. Nem lehetett az ő hibája, mert hogyha vele ment volna, viszonyára ugyanúgy végezte volna. Mint Maja. Nagyon stíl. Már egy ilyen módon erősíteni kezd. Hát kérdés, mit tennél majába, hogyha tudom már szerzem róla, hogy hívtuk a rendőrséget. Úgyhogy detektívvel kezd detektívvel kezd közölni. A zsarukhéj. Mindjárt visszajön. Addig vigyázz körbe. Mi? Váltságdi! Ne olyan hangosan! A váltságdi egy felmentés, mert engárta. Az ajánlat egy felmentés Maja egy cserébe. Akkor az... tehát ebből az következik, hogy melyik engált lehet a gyilkos. Máskülön miért rabolta volna el Maját? Ártatlan ezt hogyan tudta volna? Hogyan tudta volna elérni? De az a fiszka azt mondta, hogy engált ártatlan. És te hiszel neki? Mondd valamit. Hogyha átadlan gárd, akkor miért van az a elrablás? Hát nincs elég bizonyítékom még egyelőre. Hát minden bizonyíték alatt, hogy valami nincs rendben. Hát
Na túlsz egy, nem mondod, van egy engálat átvett. Szóval nem távozhatok már. Szóval működjek együtt a nyomozással. És hogy holnap én is csapatok. Oké. Okay. De óvatosnak kell lennünk. Az ahogy nyomjuk a túlszeitőt a rossz útra. Látjátok ezt a kérdőjelet? Azt jelenti nem tudjuk, hogy mikor történt ez, milyen időben, és melyik helyszínen. Itt már nem Phoenix Wright-ot lehetett irányítani az észütőni részben, de most a észütőni Justice War-ban már Maya-t is lehet irányítani. A feje. Eléggé bevette a fejét. Hol vagyok? Kíváncsi vagy, hogy az ott ellen van. Mi történt fel? Nick, Early. De vicces. Na most ide bezárt. Bezárt a majd. Látom fejbeli. Ki vagy te? The Killer. Egy orgyilkos. Fiatal meghalni. Nem ő a célpontja. Jaj. Igen, Maya beszélt. The Killer az... Még egyszer mondom, hogy állév. Oké, állni, hogy mi a valódi Killer ide. Szóval az ügyvéd mentheti meg az életét. Hogy legyen jó kislány. Egy üzleti tranzakció. Hogy majd jelentkezik. Remélem, hogy majd együtt működik. Vissza az irodába. Jó reggelt. Akkor látogatunk egy engálot. Csak 9 órától van látogatása fogdában. Hát ha elment volna, ő is őve veltatott volna a... Ilyen, de... Hát nem igazán tudott aludni. Hogy jó van-e? Biztosan. De megmentem. Abban biztos. Igen, segítek. Akkor itt az idő a Centerbe menni. Március 21, 8 óra 57 perc. Büntetőcenter látogatói szóval. Na szóval belőle együtt korábban jöttek ide. Ja, már majdnem elfelejtettem megmondani. Mivel Maya-t elrabolták, ezért Pearl az asszisztensem. Jó reggelt, hogy vagy ma? Tudom, hogy ez a szituáció keményeket.
Már feljak. Már van életbiztosítása. Már igen, feljakkozott rá. Mert az a dolga. Hogy nem biztosítás eladók. Hát ilyen idióták ott. Hát nincs is rájuk. De tűzoltókra. Tűzoltók készüléke, hát ez az épület nem az a háza. Hogy ne adjunk ennek egy tűzoltók készülék. Ügyvéd vagyok is. Nézd mit csinál. Valakivel beszélget, éppen telefon. Ilyen fajta telefon, konferences telefon nyomod. Egy furcsa viszonyi. Egy időben vagyok itt. A menedzser keres egy ügyvédettet. Ez a mi lehetőségünk. Ez a jegy a konferenciára. Szóval, hogy a konferencián lett volna szomorú kosztümben. Csak hogy nem hallott erről. Csak a színpadi showban de hallott róla. Ezt a dolgot a menedzserjén hagyta volna. Hát most meg kell mutatni ezt a walkie-tot. Valakitől kapta. Ez már érdekélt. Szóval, és hogy ő kérte, hogy vállaljam az ügyet. Hogy ne hagyjam, hogy pancsolgasson nekem. Úgyhogy ez mi nem válik be. Végeztem, hogy ugye el van foglalva. Nincs ideje. Hogy miért hiszi, hogy eladó vagyok? Sajnálatos miért van. Hogy hibát követek el. Akkor miért tartoztattok le? Kérdezhetik valamit? Hát ott is nem érdekes. Hát sok ember tud beszélgetni.
Tehát nem, mindegy, nem is érdekes. Mi történt? Most a elnökkel beszélünk. Jó van. Még Neo MT Future is azt gondolja, hogy nem gyilkos. Hogy mi az? Ez egy hegység a Neo Tokyo-ban. A vásárol, amit a Nikkei Samurai véd. Távozni akar. Hát más emberek is vannak, akinek kell ügyvéd. Hogy mutasson be. Felhasználni ezért egy könyv, egy kis lányt. Most mondom ki a Dekiel nevét. Na, így meggondolhatja, hogy kimondtam a Dekiel nevét. Elfogadta. Megcsináltuk. Most már kérdezhetek. Kezdjük a nevére. Jó, jó, hogy mindenki tudja a nevét. Nem egy jó ámpolgár. Hát jó volt, Nikkei Samurai. Egyre híresebb és híresebb. És mely a motor? Felfrissült. Felfrissülévét a tavaszi szellő. Felfrissülök, mint a tavaszi szellő. Ez ő. Tavaszi szellő. Egy ilyen bőd karosztatás. Ahogy ha ki is jut, akkor sem lenne ez jó. Mi történt? A diátadás után pihent és visszatért a szobára. Tehát volt egy jutó ceremónia. Tehát mi kezdtem, hogy a kosztümben volt. És egyedül volt. A menedzserében volt. Szóval nem tud semmit arról a valmásról, amit a konferencián akart volna mondani a szamura. De most már nem tudjuk, hogy mit akart volna. Bemutatkozott nála a detektív, átkutatta, és letartóztatta. Áldozat. Ugye ennek ez semmi köze.
ugyanabban az évben van ő. Mikészom el végig. Egy villámmal kapta azt a... De hogyha nyert, mi oka lett volna megölni? Hát az még nem elég oka arra, hogy nyílja. Miért tartóztatta fel? Hát az egész testét átkutották elég rossz. És tartok olyan? Egy gombot, ha nincs a kosztümjében. Ezt nem értette. Hakamáján található. Aki nem tudná, az a kosztümé egyik része, ami a lábon található. Ma kivitevette ezt az egészet. Még egy dolgot meg kéne kérdezni. Le kell teszteni Engárdot, hogy áltatlan-e vagy se. A Magatamával. Ha megjelenik el előtte egy Psylocke, azt jelenti, hogy valami titkol. Tehát nem tud titkot rejteni, hogyha aktiválódik a Magatam. Még egy kérdés. De őszintén fáj. Te előtted meg Mr. Juan Corrida? Na azt ne! Na ezt nem úszhatod meg. Nem öltettük. Szóval nem jelent meg el te Psylocke. Ami azt jelenti, hogy egyelőre még megbízhatónak tűnik. Tehát azt gondolják, hogy bízhatok benne. Csak hogy a láncot csal. És azt hiszi, hogy felélgezhet. És hogyan tudnám megvédeni? Hát voltak éppen megvédhető. Ugyanis gyilkosság egyszerűen máshogy történt. Folytatjuk. A nyomozásnak tehát itt nincs vége. Tehát megköszönítve is lesz nyomozás. Tehát ez volt a Justice War a négyik epizódjának első nyomozásának első pere. Vagyis első része. Aztán jön majd a második része, tehát én egy külön epizód színet adok, hogy Maya a Tools. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot, és legközelebb folytatjuk a nyomozás második részével. Sziasztok!